Hát csak nem tudunk a seggünkön megülni. Sziasztok, üdvözlök mindenkit a legújabb vlogban! Újabb kalandba vágunk bele, a lakóautó marad, de a sziget nem. Itt egy kis kaktuszkert, van bár, lehet napozgatni. Lehet csapolcsört inni. Csapolcsört is lehet inni, mindjárt meg rá is nézünk. Úgyhogy nagyon hangulatos, már most tetszik ez a trip. Elég spontán kis kirándulás. Úgy voltunk vele, hogy mivel itt vagyunk még Fuerteventurán egy hetet, és még valószínűleg fogunk is ide jönni, akkor ne unjuk már meg, és átmegyünk a szomszédos Lanzarote szigetére. És hát komppal megyünk. Nézegettem kompárakat, és ilyen 50 eurókat néztem, ami mondtam is, hogy nem is olyan drága. Aztán kiderült, hogy hát per fő, a gyerek olcsóbb, na mindegy, a végén egy ilyen 300 eurós kirándulás lesz oda-vissza. Szóval Lanzarote-re már úgyse repülnénk el, ha azt nézzük így, meg nem is olyan drága, mint hogy a 4 főre ki kéne fizetni a repügyeket. Hát van szállásunk. És meg kell néznünk a működő vulkánt. Ugyanis ezek a Kanár-szigetek, ezek vulkanikus szigetek, és kifejezetten Lanzarote az egyik zászlós hajója ennek. Pár száz évvel ezelőtt sok száz vulkán volt még itt, úgyhogy megnézzünk egy ilyen nemzeti parkot is majd. Menjél, menjél! Örülhet, hogy végre mászhatni. Aha. Kezdünk azért kicsit így beszűkülten lenni a lakóautóban, hiányzik mindenkinek a tér, a mozgás. Az élettér, hát mozgás az van bőven. A gyerekeknek is hiányzik már a szobájuk, úgyhogy veszek egy csapolcsört. Hányós, Zacsi? Jó kis citromos sör. Az igazság az, hogy minden ilyen cuccukban van alkohol, még csak pár százalék is, de hát ennyi belefér. És igen, viszünk a nagyszülőknek is, mert hát ugye ők is itt vannak velünk, ezt már sokan megjegyezték, hogy milyen könnyű nekünk, hogy itt vannak a nagyszülők. És igen, nagy segítséget köszönjük nekik, és pont, nem? Nem tudom, erről kellene még valamit mondani. Vulkánokból, meg hegyekből itt sem lesz hiány. Megjöttünk! Szevasz Lanzarote! Megnézzük, hogy mi is van itt! Hogy tetszik a sziget? Nem tudtam, ezt szokott kérdezni. Még sehogy, mert most szálltunk ki az autóból, eddig semmit nem láttam. Elég jó sokat hisztizett, összekisztítettem mindenkit. Alig várom, hogy leüljek és egyek egy tapaszt. Agressziót félek fellelni az arcodon. Csak nem éhes vagy. Éhes és fáradt. Na menjünk. Te éhes vagy és fáradt? Igen. Viszont ez legalább gyönyörű. Azt a mindenit. Teljesen koncepció nélküli vlog lesz, amit nagyon szerettek! Na hát, jó reggelt kívánok! Mi már el is kezdtük a napot, fent vagyunk egy vulkán tetején. Na bocs, itt annyira fújt a szél, hogy inkább narrálom. Arról beszélek, hogy tegnap este már elfáradtunk, úgyhogy kaja után le is dőltünk pihenni, hogy minél előbb eljöjjünk ide a Timanfaya Nemzeti Parkba, ami egy vulkán nemzeti park. Láthatjátok, hogy rengeteg ember látogatja, úgyhogy korán kell jönni, hogy legyen hely a buszokon. Ugyanis a belépővel jogosult vagy egy buszútra, ami egy ilyen 30-40 perc, és hát körbe visz egy ilyen aszfaltos úton, ahol megmutatja ezt a gyönyörű tájat. Oli nagyon élvezte, és hát a látvány, hát az valami fantasztikus. Ugye érintetlen lávamezők vannak itt, nagyon védik őket, tehát ez a vöröses föld, ezek a színek. Hát ha itt jársz, semmiképp ne hagyd ki, mert lenyűgöző. Hát a buszos út, hát igen, így visszacsöppentünk a klasszikus turizmusba, de ez a táj, ez a látvány tényleg kárpótolt. Nagyon egyedülálló ez a táj itt a Kanári-szigeteken. Azt, itt jön a meleg. Szerintem ezek csalnak, szerintem ide csak begyújtottak. Azta! Nem volt igazam. Na ez vagány, ugyanis annyira forró még itt a kő, meg itt a talaj, hogyha oda teszik ezt a zúzmot, vagy mohát, ami itt nő, akkor hát most látjátok, hogy ez még begyullad. Úgyhogy vulkanikusan ez egy igazán aktív terület. Oli, hogy megszeretette velünk ezt az egész vulkán témát, neki kattant be egy pár hónapja azóta. Látjátok, már megmászunk egy vulkánt, most meg itt vagyunk egy vulkán nemzeti parkban. Ezek a csövek izgalmasak még. Láttam innen pár TikTok videót, hogyha vizet öntenek ezekbe a csövekbe, akkor ilyen gejzírszerűen kilő, mert még, itt a talaj még annyira forró itt lejjebb. És van itt egy étterem, ahol ki is használják ezt a hőt, ugyanis ezt használják arra, hogy hát megsüssék a húsokat, meg ilyeneket, szóval
elcít olyan kaját, amit... Lávakövön sütnek, igazi lávakövön. Jön a busz! Na jó, menjünk egy kicsit így most, nem tudom, nincs kedvem a tömeghez, meg azokhoz a buszokhoz. Túl nomád szigeten kezdtünk, és most így kicsit így visszacsöppentünk az otthonba, ezzel a sok emberrel. Á, nagyon turistás, ez nem jó ez, nem ezért lakóautózunk. Hát mi lesz itt? Végre tevegelünk. Végre? Hú, erre vágytál egész héten, nem? Igen. Ami azt hitt, hogy a púpon fogunk ülni. Azt nem mondtad, hogy a púpon én, hogy púp közel. Ilyen élményünk még nem volt, és itt a vulkánok lábánál itt lehet tevegelni, úgyhogy kipróbáljuk. Szevasztok! Kögyom, már izgulsz, Oli? Tényleg. Melyik tevét választod, Oli? Van bennem egy kis bizonytalanság így az állatokkal kapcsolatban. Kiskorban lovagoltam valamennyit. Ó, várjál. Menjetek! Mérges! Opa, ez nagyon furcsa lesz. Szóval van egy ilyen kis bizalmatlanság bennem. Gyerekkoromban lovagoltunk, de szerintem nem eleget, és még egy kicsit így, nem azt mondom, hogy tartok az állatoktól, de ilyen furcsa érzés, amikor lovagolok, vagy tevegelek. Ez nagyon mérges. Szóval ugye a ride vonalon én a bringában jobban bízom, azt jobban tudom irányítani, de hát most ez lesz a menet. Figyú öreg, csak kényelmesen, nyugodtan, lassan ráérünk. Ja igen, a felállás az egy ilyen ominózus pillanat. Figyelj, a Jézusom. Van egy jó videó erről is, ugye TikTokon. Hát ez nagyon komoly lesz. Úristen, ez magas. Ajaj. Jézus Mária! Úristen! Oli, a legnagyobb biztonságban vagyok, itt nem kell félned, jó? Semmi bizonytalanság. Hogy pattogtak rajta? Másik teve nagyon buta. Buta, miért buta? Nagyon komoly ez a teve. Abba úgy kakál, hogy sétálj. Ó, milyen finoman letette. Van fölöttetek valami. Itt egy teve úr fölöttünk. Köszi mester, király voltál. Jó kaland volt. Na szerintem ez egy nagyon izgalmas kaland volt. Nekem is nagyon-nagyon tetszett. Mi a következő kalandunk? Fogalmam sincs, jöjjünk be a lakóautóba, szervezgessünk. Termékben mutató. Azt hikerike, úgyhogy ki is jöttünk a reggelinkkel. Pár videóval ezelőtt bemutattuk a Selfit, ami a saját étrend kiegészítő márkánk, és annyira jól sikerült ez a bemutató, hogy képzeljétek el, a rostmixünk elfogyott a raktárból. Pedig nem pár darab készült ebből, és kifosztottátok az egész webshopot, úgyhogy nagyon hálások vagyunk ezért. A rossz hír az, hogy aki még nem vett ilyet, hogy csak március végén lesz elérhető. Ácsi, semmi rossz hír, mert közben majdnem március vége lett, és megsürgettük kicsit a dolgokat, úgyhogy újra elérhetőek a webshopban a rostmixek, finom, egészséges és tápláló, próbáljátok ki! Ahogy a mindennapokban is, rohanunk helyszínről helyszínre, és ilyenkor ez a csemegénk, ez a kis visszatöltésünk. Nagyon jó tud jönni, mert tényleg pillanatok alatt elkészül, jól lakunk vele, és aztán indulhatunk is tovább. Ettől függetlenül a webshopot csekkoljátok a leírásban, ugyanis hát ez csomó jó termékünk van még. Használjátok a vitaminitalunkat, a kollagénünket, majd ezeket is bemutatjuk itt a videóban. És amíg beszéltünk, be is sűrösödött, és olyan, mint a puding. Jó reggel, tücsök panka. Szóval az kell neked. Hol vagyunk, Rami? Hameó, de lakva. Ja, Hameó. Hameós, de lakva. Azt a mindenit, mi ez? A sziget északi részén járunk, és vannak itt barlangok, és azokat jöttünk megnézni. És hát pontosan azt, amelyeket az előbb mutattam. Hú, ez nagyon jó lesz. Ott, hogyha mű lenne. És az is. Persze. Nem mű? Nem mű. Wow, van itt egy étterem, egy gigakaktusz, az pedig ott a barlang. Az elmúlt pár napban voltunk csodálatos tengerpartokon, mindenféle színűn, feketén, sima szép fehér homokoson, láttunk sziklás partokat, voltunk barlangnál is, de nem ilyenen. Aszta! Ez gyönyörű! Madarak csiripelnek, itt laknak a sziklafalban. Olyan, mint az egész mű lenne, nem? Gyönyörű. Ha, tényleg. Milyen színe van? Olyan az egész, mint az állatkertben az a műszikla. Kezdik az. Rákok. Hol? Jó, ezek a fehérek rákok? Igen. Kösz, Oli. Nézzétek, csak nézzük. Azt hittük, hogy ez egy pénzérmék a vízben, de ezek mind? Azok ott mind aprócska rákok. Sose adja át a felvétel, hogy milyen ez valójában, amikor ilyen sötétebb helyen vagyunk, de
higgyetek nekünk, ha erre jártok. Lanzarote-nak ezt nézzétek meg, már nagyon szép. Na hát ez meg mi? Nagyon kemény. Nem tudja, egy ilyen szállodának a berendezett, nem tudom, medencéje lenne. Hát, őszinte leszek. Szép, meg minden, gyönyörű, steril, de nem tudom, már utálom az ilyen helyeket, őszinte leszek. Ilyet nem hoz létre a természet, ilyet se, ilyen formában. Túl rendezett az egész. Olyan, mint egy színház vagy, ahogy Rami mondta, tényleg, mint egy dominikai szálloda. És az igazság az, hogy az évek alatt így már változott az értékrendünk, és nem vagyunk nagyon odáig az ilyenért. A barlang nagyon szép volt, és amúgy van 2 kilométerre innen egy másik barlang, és szerintem beleestünk egy hibába. Elvitt minket a TripAdvisor, és a nagyon turistás célpontot választottuk ki. A másik barlangnál ott be lehet menni, azt hiszem, 2 kilométert, és az lehet, hogy tényleg olyan élmény lett volna. Hát... sajnos ez van. Nem vagyok egyébként ilyen jó utazó vlogger, szóval ezek tényleg csak ilyen saját vélemények, ne vegyétek készpénznek, lehet, hogy ti jobban felfedezitek. Most csak így elmondom az érzéseimet ilyenkor. Ez viszont gyönyörűnek tűnik. Na jó, ez viszont tényleg jól néz ki, ez egy koncertterem, erről olvastam már, és fú, ez gyönyörű. Erről viszont olvastam, hogy érdemes ide akkor ellátogatni, amikor van itt valami előadás, és valószínűleg az akusztikája is nagyon jó, meg ez például nagyon szép. Ah, hát érdekes helyszín, mert az első barlang nagyon tetszett, ez a második oázisos rész, az nagyon nem, ez meg most megint tetszik. Hopp, egy kis kitekintés, egy kis támogatói idő. Ugye velem volt az utazás során az S23 Ultra is. A Kanári-szigetek híresek arról is, hogy kicsi a fényszennyezettség, így lehetővé teszik a csillagfotózást. És mit ad az ég, fejlődött az éjszakai fotózás és videózás is Samsungéknál, plusz belekerült az astrofotó funkció. Ezt úgy tudjátok előhívni, hogy a fotózásnál a több gombra kattintva a profi RAW-ba jobb felül láthattok egy, hát igazából egy astrofotó funkciót. Ezáltal tisztán rögzítheted a bolygókat és a csillagképeket. Egy kis érdekesség, hogyha felfelé forgatod ilyenkor a kamerát, pontosan meg tudod nézni, hogy melyik csillagkép melyik, felismeri a telefon, és már csak ez önmagában nagyon érdekes. A fotó elkészítése után, ha megnyitsz egy olyan alkalmazást, ami tud RAW-fájt kezelni, beállítgathatod itt a fényerőt, meg az expozíciót, és gyönyörű képeket lehet így alkotni. Ez az én képem nem lett a legjobb, de szerintem csodálatos, hogy egy telefonnal ilyet lehet készíteni, úgyhogy majd próbáljátok ki ti is. És a másik nagyon durva, hogy lehet Astro Hyperlapse-et is csinálni, ezt a Hyperlapse funkciónál van, ott is jobb felül tudjátok beállítani. Az éjszakai mozgásokat tudod ezzel rögzíteni, tehát ahogy forog a föld, úgy mosódnak el a csillagok, elhúzott egy műhold vagy repülő, nem tudom. Sajnos nem állítottam be jól, úgyhogy nincs viszonyítási pont, olyan, mint egy képernyő kímélő, ebben is majd megpróbálok egy jobbat csinálni, de nagyon érdekes és továbbra is csodálatos, hogy tud ilyet egy telefon. Köszi Samsung az új fejlesztéseket, utazzunk tovább! A mindenét! Kaktuszfalva! Láttál már ennyi kaktuszt? Apa, itt lehet futni? Lehet futni. Hogy? Hát itt a kaktusz körül. Mit csinál a kaktusz? Megpudiálni. Megcukortul tengest. 1100 féle kaktusz van itt, képzeljétek el. És ezeket jöttünk megnézni. Nagyon szeretem a kaktuszokat. Nagyon szereted a kaktuszokat? Nagyon. Régen csak az állatokat szerettem, de újabban, sőt nem is újabban, mert egy ideje imádom a növényeket is. Ugyanúgy tudok értük rajongani. Nem, ilyen nagy kaktusz! Hatalmas kaktusz! Meg lehet ölelni a kaktusztól is? Igen. Szúros! Nem lehet megölelni, hát megszúr így! Meg fog szúrni! Meg... Igen, például ilyen kaktuszom is volt otthon, csak én nyilván picibe. Amúgy van egy ilyenkor az ember életében, egy gyerekként, amikor így kap kaktuszokat és ilyen mindenféle fajtát, és nagyon örül neki, mert nő. Ja, ez is ilyen klasszik otthon, ilyen kis kaspós kaktusz. Valószínűleg azért nőnek gyerekként, mert nem locsoljuk őket. Erre elfelejtjük, és ez jó. Tényleg 30. szülnapomra kaktusz kaptam. Sokan kinevettek, hogy miért veszek azt neked, hogy szúros kaktusz szülinapra, nem értették, de szerintem jó. Hát ez sajnos muszáj. Ah, jó van, oké, szúros. Ah, jó, ah, oké. Oli, ezek szúrnak, jó? Neked ez tuti nagyon tetszik. Nagyon, azért vagyok eltűnve. És az igazság az, hogy sokkal jobban tetszik, mint az előző hely. Ide mindenkit gyertek el. Nincs a top látnivaló közt, bár lehet, hogy azért a top 10-be befért, de ez sokkal természetesebb is. Itt is vannak vulkáni kövek,
Jó, nyilván ezek a kaktuszok ide lettek rakva, de az is látszik, hogy nagyon régóta itt vannak, mert vannak köztük hatalmasak. Beleillik a tájba, itt élnek ezek a növények. Gyönyörű, azt tudom csak mondani, úgyhogy ezt érdemes megnézni itt Lanzarotén. Na hát ez nagyon megérte, ez gyönyörű, szép nagyon, volt. Nagyon-nagyon tetszik. Na hát jó reggelt kívánok! Elindultunk még azóta délre, és itt is aludtunk egy Jajza nevű városban, ami nem tengerparti, ugyanakkor itt mögöttünk van egy hegy vagy vulkán, és gyönyörű szép. És épp eljövünk egy kicsit futni Ramival, amíg a gyerkőcök reggeliznek. Na egy két nap után a benyomás Lanzarote szigetéről az, hogy csodálatos sziget ez is. Teljesen más, mint Fuerte. Tényleg? Aha. Nem is teljesen. De hát sokkal több ember van, sokkal több kiépült, nem tudom, turistás rész. Ez mondjuk igaz, meg kisebb sziget, de sokkal többen laknak itt, emiatt sokkal több város van. És a városok nekem egy kicsit turistásak. Rendezettebbek is. Északon viszont vannak gyönyörű kis falvacskák. Zöldebb, ami mondjuk így a szememnek jól is esik így két hét után, mert hát Fuerte az egy kopársziget. Lakóautót csak elvétve látni, szóval itt át kell állítani, hogy milyen nyaralásra vágy szépen. Ez egy apartmanos autós hely. Azért nagyon sok ilyen buszos kirándulás van, nem olyan vadregényes. De most mi szerintem nagyon átálltunk agyban így a lakóautózásra, és olyan szempontból szerintem nem a legjobb választás, sőt. Na jó, futás, majd mindjárt folytatom. Na, futok épp vissza a lakókocsihoz, de nem tudok szó nélkül elmenni emellett a dolog mellett. Itt sétálok ezen a peremen. Nézd csak. Jövök. Hopp! Mi az ott? Egy szutyok elfbár. Jövök egy kicsit tovább. Nézd itt, jövök. Hopp! Még egy elfbár. Azt hagyjál, hogy eldobják, és egy szemetelés, és az egy gusztustalan dolog, de figyú, nem tudom, hogy mondjam szépen. Ez egy undorító dolog, meghalsz tőle, egy retek, egy nem is tudom mi, rohadtul káros, és nagyon szomorú ezt látni, meg hallani otthon, hogy az általános iskolások is szívják már ezt az undormányt. Légy, egy kicsit is szeretitek a videóimat, meg egy minimálisan is bíztok bennem, léci, kerüljétek ezeknek a használatát, mert rohadtul káros, tényleg, ne. Nem is értem, hogy itt spanyolban ez miért legális, otthon illegális, de nyilván be lehet szerezni. Ne használjátok! Társadalmi felelősségvállalás célú hirdetésünket hallhatták. Azt például nagyon jól látni itt Lanzarotén, hogy milyen jelentős szerepe van a sportnak, bár ez így nagyjából az egész spanyol kultúrára igaz. Itt is egy hatalmas sportközpont így a hegylábánál. Este akkora nyüzsgés volt itt még 9-kor is, hogy ilyet nem nagyon szoktam otthon látni. 80 pluszosok petangoztak nagyban, fociztak, még itt a kondi tele volt, és egy, hát szerintem egy ilyen pár ezer fős településse. Ami még nagyon szembetűnő itt Lanzarotén, ugye ilyen vulkanikus a talajom, hogyha az ördög felszántotta volna, de nagyon-nagyon patika utak vannak, és emiatt rengeteg országúti bringás teker. Nagy részük látszik, hogy nem helyi, ennek itt turizmusa van, nehéz is volt őket előzgetni a lakóautóval, pedig Fuertén is sokan tekernek, de össze sem lehet hasonlítani a kettőt. Fuerteventurán inkább a vízisportok uralkodnak, de itt is van szörftábor, volt itt már barátom. Az egy hippis sziget, ez meg már egy kicsit ilyen európai. Bakker, zárva van! Itt lett volna egy ilyen vulkanikus zöld tó az óceán partján, meg ilyen gyönyörű szikla, de valami történt és le van zárva. Ez is ilyen top látnivalók között van. Na szummázok, már meguntam a videózást most már egy nyaralás során. Na ilyen helyek például nincsenek Fuerteventurán, ahol összegyűlik ennyi autó, nem kell belépőt venni ahhoz, hogy legyere ilyen homokos partokra, amik itt vannak. Ez például nem tetszik, de a világban meg alapvetően az összes ilyen felkapott helyhez jegyet kell váltani, meg igen, sorba kell állni, meg osztoznod kell vele a turista társaiddal. Ilyen szempontból Fuerteventura unikális, de meg kell jegyeznem azt, hogy Lanzarote egy gyönyörű, és még azt is megkockáztatom, hogy szebb, mint Fuerteventura, kicsit kisebb, változatosabb a természeti látnivaló, valahol tényleg olyan, mintha a Holdon járnál, aztán itt is vannak homokos bícsek, zöldebb, kiépítettebb, összességében gyönyörű, ugyancsak két napot töltöttünk itt, de ha apartmanra vágysz, és tényleg nagyon változatos tájakat szeretnél megnézni, akkor gyere el Fuerte-be. Akkor gyere el Lanzarotére, mert nem fogsz csalódni. Ha viszont nem szeretnél lepedőárussal találkozni, meg nem szeretnél a 200 000. turista lenni egy helyen, és egy szabadságérzésre vágysz, amire szerintem nem is tudod, hogy vágysz,
Na, az Fuerteventurán fogod megtalálni, főleg ha lakóautózol. Hát nézzétek meg, azért itt is gyönyörű beach-ek vannak. Voltunk egy ilyen fekete homokos parton is itt, az például a Fuertén látványosság, itt csak az út mellett találtuk, és hát elképesztően szép volt. Borzasztó utazó vlogger lennék, mert minden helyet én érzések alapján döntök el, nem az, hogy milyen a látnivaló, hanem hogy hogy érzem magam. És itt Lanzarotén is nagyon jól éreztem magam, de Fuertén több időt töltöttem már oda. Sokkal több élmény van, úgyhogy ezért az jobban tetszik, és ha vissza fog jönni a Kanárira, én oda fogok visszamenni, de önmagában szerintem a Kanári-szigetek közül nem tudsz rossz szigetet választani. Inkább olvass el ilyen turisztikai leírásokat, hogy melyik szigetet kinek ajánlják, és ezzel le is vettem a felelősséget a vállamról. Köszi szépen, hogy ezt a videót is megnéztétek, Oliver már ott vár, ott kiabár nekem, úgyhogy én most mentem. Sziasztok! Ott szalad a kis műtyűrember hozzám. Vajon mit szeretne mondani? Biztos valami nagyon izgalmas dolog történt. A világító halakat. Micsoda? A világító halakat. Mi van? Vannak világító halak? Igen. Hol? Hát a vízben. Megmutatod? Megjártam. Na gyere, mutasd már meg. Megnézzük GoPro-val. Megnézzük GoPro-val. Meg. Jó. Na sziasztok.